Ebben a leckében a négyzetgyökös egyenletekre mutatok neked pár példát. Ezek is másodfokú egyenletre vezetnek vissza. Az első példában a gyök alatt x plusz 12 egyenlő x egyenletet kell megoldani a valós számok halmazán. Ránézésre a gyök nem szimpatikus a kifejezésben, azt el akarjuk tüntetni egy négyzetre emeléssel. Viszont a négyzetre emelés bonyodalmakat okoz. A négyzetre emelés után minden mennyiség pozitív lesz, ezzel pedig olyan megoldása is lesznek az új egyenletnek, ami az eredeti négyzetgyökös egyenletnek nem megoldása. Amit meg kell jegyezned, az csak annyi, hogy a négyzetgyökös egyenleteket mindig úgy kell megoldani, hogy a megoldásokat leellenőrzöd a végén. Ehhez fel kell írni az értelmezési tartományt. Ha a megoldás benne van az értelmezési tartományban, csak akkor lehet tényleg megoldás. A gyök alatt csak nem negatív állhat, így az x plusz 12 nagyobb vagy egyenlő, mint nulla egyenlőtlenséget írhatjuk fel. Ebből azt kapjuk, hogy x vagy nagyobb, mint 12, vagy azzal éppen egyenlő. Ha ez teljesül, akkor értelmezett a gyök. Most viszont még a jobb oldalal is foglalkozni kell a gyök alatt egy pozitív szám vagy nulla áll, aminek a gyöke is pozitív szám vagy nulla. Ezzel egyenlő a jobb oldal. Tehát a jobb oldal is nem negatív. Azaz, x nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, mert ez áll a jobb oldalon. A két egyenlőtlenségnek teljesülnie kell minden megoldásra. Miután tisztáztuk az értelmezési tartományt, oldjuk meg a feladatot. Emeljük négyzetre az egyenlet két oldalát a bal oldalon x plusz 12 áll, a jobb oldalon pedig x négyzet. Rendezzük nullára az egyenletet. Nulla egyenlő x négyzet mínusz x mínusz 12-vel. Ez egy másodfokú egyenlet, amit meg tudunk oldani. A másodfokú egyenlet megoldása a szokásos. Felírható a megoldó képlet. A megoldások egyenlők az 1 egy plusz mínusz gyök alatt mínusz 1 négyzet mínusz 4 1 mínusz 12 per 2. A plusz előjelet figyelembe véve a megoldás 4, a mínusz előjelet figyelembe véve a megoldás mínusz 3. Viszont itt nem állhatunk meg, ezek nem biztos, hogy az eredeti egyenletet is teljesítik. Az ellenőrzéshez behelyettesíthetsz, vagy használhatod a feltételt, amit az értelmezési tartomány felírásánál kaptunk. A feltétel összességében az, hogy x nem lehet negatív. Tehát az x1 egyenlő 4 megfelel a feltételnek és tényleg megoldás, viszont az x2 egyenlő –3 nem felel meg a feltételnek, így az nem megoldás. Ezt az ellenőrzést nagyon fontos megcsinálni, erre emlékezz! Nézzünk meg még egy példát. Gyök alatt x plusz 5 egyenlő gyök alatt x négyzet mínusz 1-el. Ugyanúgy kell eljárni, mint az előbb. Rögtön kezdjük el felírni az értelmezési tartományt. A gyökjel alatt nem állhat negatív szám egyik oldalt sem. Tehát x plusz 5 nagyobb egyenlő 0, azaz a feltétel az, hogy x nagyobb egyenlő mínusz 5, illetve x négyzet mínusz 1 nagyobb egyenlő, mint 0. Tehát x négyzete ennél nagyobb, vagy azzal egyenlő. Ez egy másodfokú egyenlőtlenség. Mikor négyzetgyököt vonunk belőle, akkor két részre válik szét. Ez persze logikusan is végig gondolható. Akkor teljesül az egyenlőtlenség, ha x nagyobb egyenlő 1, vagy x kisebb egyenlő mínusz 1 teljesül. Ezekben az esetekben x négyzet elég nagy lesz, nagyobb, mint 1. Tehát megvannak a feltételek teljesül az x nagyobb egyenlő mínusz 5, és vagy az x nagyobb egyenlő 1, vagy az x kisebb egyenlő mínusz 1. Emeljük négyzetre az eredeti egyenlet két oldalát. x plusz 5 egyenlő x négyzet mínusz 1 -jel. Nullára rendezve 0 egyenlő x négyzet mínusz x mínusz 6-tal. A másodfokú egyenlet megoldható. A megoldó képlet alapján a két megoldást a látható egyenletből számoljuk. 1 egy plusz minusz gyök alatt mínusz 1 négyzet mínusz 4 x 1 x 6 per 2 adja a két megoldást. Plusz jel esetén x1 egyenlő 3, mínusz jel esetén x2 egyenlő mínusz 2 a megoldás. Le kell ellenőrizni ezeket a megoldásokat az értelmezési tartomány alapján. A feltétel az, hogy x nagyobb egyenlő 5, és még az is igaz, hogy x vagy nagyobb egyenlő, mint 1, vagy kisebb egyenlő, mint mínusz 1. Mindkét megoldás megfelel. A 3 nagyobb, mint mínusz 5, és nagyobb, mint 1. A mínusz 2 pedig nagyobb, mint mínusz 5, és kisebb, mint mínusz 1. Remélem, a példák alapján tiszta a négyzetgyökös egyenletek megoldása. A másodfogú egyenletekhez annyit kell hozzátenni, hogy az értelmezési tartományt is le kell ellenőrizned. Köszönöm a figyelmedet! Remélem hasznos volt neked ez a videó. Hasonló videókért nézd még körül a csatornámon, és iratkozz fel, hogy ne maradj le az újabb videókról sem.